Még a múlt héten tett javaslatot Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. És Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Ügyvezető igazgatójának menesztésére. A közgyűlés dönt majd a kérdésben, ám a felmondás előkészítését már megkezdte a bizottság a mostani ülésükön. Most jelenleg arról kértünk be adatokat, hogy milyen hosszú a felmondási idejük, illetve hogy mikor lesz az, amikor a munkaviszonyuk megszűnik. Ezt nyilvánvalóan mi nem tudjuk, mert a munkaszerződésüket nem ismerjük. A felmondási idő kezdetére mi tettünk javaslatot, a végét meg majd a jegyzőasszony fogja elmondani, hogy a szerződések alapján ez mikor valósulhat meg. A Gazdasági Bizottság tagjai a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Új vezetőjének Bartal Zoltánt javasolják, a sportközpont új vezetőjére pedig nyílt pályázatot írnak majd ki, ezt kérik majd a közgyűléstől. A Barátság utcában épül majd fel a Generációk parkja, ahol egy hatalmas csúszda és egyéb szabadtéri játékok is helyet kapnak majd. A beruházás 139 millió forintba kerül, a városnak ehhez 8 millió forintot kellene hozzátennie. A bizottság most döntött arról, hogyan teremti elő ezt a költséget. Drágább lett a park, mint amennyi pénzünk van rá. Itt többféle javaslat volt, hogy ezt a többletet miből pótoljuk. Ennek az egyik verzióját választottuk most ki, azt, hogy az eredeti pályázatnak az összegét növeljük meg, erre be is adták a polgármesteri hivatalba a kérelmet, tehát hogyha ez sikerül, akkor az eredeti pályázat terhére valósul meg. Bomba Gábor hozzátette, ha ez nem sikerül, akkor egyéb úton szerzik meg a forrást, erre is vannak terveik. Az ülésen a bizottság tagjai arról is döntöttek, hogy két új körforgalmat építenek a városba, amik nem négy, hanem ötágúak lesznek. Az egyik körforgalmat a Kessely-Jussi út csomópontjánál alakítanak ki, a másikat pedig az Obinál. A módosítása a megnövekedett forgalom miatt vált szükségessé.